Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi változik az életemben? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Amelia részére. Kedves Amelia, üdvözöllek téged, te szeretnéd tudni, hogy milyen változások lesznek nálad a közeljövőben, ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál, de áttérek az asztrológia területére is. Ez a kártya ott fent mutatja a te jelenlegi helyzetedet. Ez a király uralkodik a víz eleme felett, és az érzelmekre utal. Van a kezében valami. Egy arany kehely, ami szintén az érzelmekre utal. Tehát van egy férfi az életedben, van egy férfi a közeledben, aki közeledik hozzád, és kimutatja az érzelmeid. Amit ez a kártya még mutat, mert a kártyának szimbolikus jelentése is van. Ez lehet a te mozgásod is. Az érzelmek azok a nőies energiát mutatják. De ez a férfi, ez a király, ez egy férfias energia, és az azt is jelentheti számodra, hogy ne mutasd ki az érzelmeidet, vagy ne túl sokat az érzelmeidből, hanem inkább figyeld okosan az eseményeket, és gondolj mindent jól át. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kép mutatja azt, hogy mi a gondolatod, vagy miről kellene elgondolkoznod. Természetesen lehet ez egy örökösödési ügy is, de a kártyáknak szimbolikus jelentése van, és ez a kártya arra utal, hogy te szeretnél valamit lezárni az életedben. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a lovas férfi ott fent jobb oldalon. Utal a lakhelyedre, utal a környezetedre, a szomszédokra, a rokonokra, és mit közöl ez a kártya? Ez azt jelenti, hogy megvan a lehetőséged arra, hogy kezedbe vedd a dolgokat, irányítsd az eseményeket, de ahogy ez a lovas férfi mutatja, figyelj oda a környezetedre, akkor is, ha megvan a lehetőség arra, hogy valamit változtass a környezetedben. Ez lehet egy költözködés is. Maradj még visszahúzódó, figyeld az eseményeket, mert ez nem a megfelelő időpont erre. Inkább várj türelmesen, hogy alakulnak a dolgok a környezetedben. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya azt mutatja, hogy mit kellene megváltoztatni az életedben. Itt az érmékről van szó, ez lehet egy anyagi helyzet, vagy a munkahelyed, de jelenti mindazt, ami értékes számodra. Ahogy a képen látjuk, ez a hölgy nem tudja az érméket elengedni, holott ott ül a kincses ládán. Tehát minden megvan, a jólét. Az azt jelenti most számodra, hogy nem kell a múltat fogva tartani, hanem bíz a jövődben, bíz a saját értékeidben is. Itt nem csak anyagiakról van szó, hanem mind arról, ami értékes számodra. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kép mutatja az érzelmeidet. A 9-es szám korlátozásokra utal.
Vagy vannak félelmeid, vagy bizonytalan vagy, és emiatt korlátozod saját magadat, de azt is jelentheti, hogy mások hatnak rád, és mások korlátoznak téged. Itt kell egy kiút, egy lehetőség. Ez a kép utal a tűz elemére. Légy bátor, magabiztos, tudj nemet mondani, védd magadat, és figyelj oda a háttérben lévő ajtóra. Azoknál az embereknél, akik jó hatással vannak rád, nyisd ki ezt a kaput. Mutasd ezt a nyitottságot, és azok, akik megbántanak téged, azokat ne engedd be. És most megtekintjük a következő kártyát. Vannak olyan pillanatok, amikor úgy érzed, hogy minden a feje tetejére állt, és elveszíted a talajt a lábad alól. Mit kell ilyen helyzetbe tenni? Ezt én most megmutatom neked. Én megfordítottam ezt a kártyát, és így másképp látod a dolgokat, mégpedig érezhető ez a könnyűség, és ez a férfi mutatja, hogy megérinti a lábával a talajt. Tehát van egy talaj a lábad alatt. Minden rendben van. Olyan helyzetekben, amikor elbizonytalanodsz, és úgy érzed, hogy elveszítesz valamit vagy valakit, akkor próbáld meg a dolgokat másképp tekinteni. Fordítsd meg, mint ahogy én is ezt a kártyát megfordítottam. Most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kép azt mutatja, hogy mi nyújtja számodra az alapot, a biztonság érzetét. Ez a kép jelenti a párkapcsolatot. Szerencséd lesz a szerelmi élet területén. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya mutatja a jövődet. A 8-as szám utal egy ilyen húzavonára és a múltra. Itt a kelyhek jelentik a könnyek mezejét, amitől te elbúcsúzol. Te lezárod a múltat, és lesz egy új irány, egy új lehetőség. Ezt nyújtja számodra a hold energiája, ami utal a vágyaidra, a reményeidre, az álmaidra, és ez az álom megvalósul. A következő kép mutatni fogja a múltadat, kármikus témákat, mégpedig arra utal, amit meg kellene tartanod. Ezen a kártyán, ott bal oldalon látható a 10-es szám, és az utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik az életben. Ez a férfi nagyon sok mindent cipel, és ez a kártya utal a múltadra, a kármikus témákra, amit meg kellene tartanod. Ezek nem a botok, vagy a nehézségek, vagy a sok munka, amit meg kell tartanod, hanem a hozzáállásod, a belső erőd. Akármilyen nehézségek vannak az életedben, vagy feladatok, munkák, és sok mindent cipelned kell, mindig megvan ehhez az erőd. Azt is, hogy át kell tenned magadat ezeken a dolgokon, és, mint a 10-es szám mutatja, megvan az erőd, a lelkesedésed mindig, minden helyzetben, hogy tudsz valami újat indítani, és van egy új kezdet. Most áttérek az asztrológia területére. Uránusz bolygó utal mindig változásokra. Az indiai számítás szerint Uránusz bolygó a kos jegyében mozog
nem csak idén, hanem a következő években is. A te horoszkópodban a kos jegye a 11-es életházban van. Itt lesznek változások. Ez utal barátságokra, de ez a ház a remények háza is. Itt, ebben a 11-es életházban tanulod meg azt, hogy bízz abban, ami a te elképzelésed, ahogy meg szeretnéd valósítani a dolgokat. Higgy az álmaidban, ezekben a reményekben. És itt a kos jegyénél lesz egy új kezdet. Uránusz bolygó segít abban, hogy itt legyenek változások. Persze, ez nem csak a reményeidre utal, hanem a baráti körödre is. Szaturnusz bolygó az a sors bolygója. Amikor Szaturnusz bolygó hat, akkor vannak sorsdöntő változások vagy találkozások, döntések, fontos döntések. Az indiai számítás szerint Szaturnusz bolygó az a bak jegyében mozog, és kihat rád egész évben. A te horoszkópodban a bak jegye a 8-as életházban van. Itt található nálad a nap, ami utal a te énedre, és itt van Merkur bolygó is, ami kihat a tudásodra, a kapcsolatokra és a kommunikációra. Ez a 8-as életház a halálnak a háza. De ennek szimbolikus jelentése van. Itt most megtanulod azt, hogy lezárj valamit, hogy legyen egy új kezdet. Ezek lehetnek gondolatok, mint például én nem vagyok elég jó ahhoz, hogy megkapjam azt, amit szeretnék. Ilyen gondolatoktól kell elbúcsúzni, azon kívül kihat az érzelmekre, a félelmekre, a bizonytalanságra, ettől is el kell búcsúzni, de kihat a kapcsolatokra is, gondold át azt, ki van jó hatással rád, és ki az ellenséged, ott ezt zárd le. Még mire hathat ki, mitől kell elbúcsúzni? Néha egy helytől, ahol nem érezzük jól magunkat, mert rossz hatással van ránk. Rahu az a felfele mozgó holdcsomó, egy kármikus csomó. Mutat egy új irányt, vagy egy új életterületet, amit mi nem ismerünk, de szükségünk van rá. Ez a holdcsomó mozog. Ez évben és jövő év elején is, pontosan jövő év márciusáig, ez a felfele mozgó holdcsomó Ráhu a bika jegyében van. Itt lesz egy új irány, vagy új kapcsolatok, egy új lehetőség. A te horoszkópodban a bika jegye az a 12-es életházban van, ez a titkoknak a háza, mutatja a titkos ellenséget is, azon kívül segít abban, hogy a mélybe tekintsünk, és megismerjünk bizonyos dolgokat, amit első látásra nem látunk, hanem át kell nézni ezeken a dolgokon. Amit ez a 12-es életház még jelent, ez a visszahúzódás, hogy szükséged van nyugalomra, ez adja számodra most az erőt. Mivel ez a 12-es életház a 6-os életházzal szemben áll, van egy összefüggés a két életház között, a 6-os életház utal a munkára és az egészségügyi témákra is, betegségekre is. Ez összefügg, mert csak úgy tudunk dolgozni, ha mi egészségesek vagyunk.
És visszatérve erre a 12-es életházra, ez mutatja azt, hogy mi az oka a betegségnek. Tehát itt lesznek idén változások. Kétó, a lefele mozgó hold csomó, szintén egy kármikus csomó, de ez nem a jövőt mutatja, hanem a múltat. Mindazt, amit átéltünk a múltban, mindazt, amit átéltünk a korábbi életünkben. Ez a hold csomó is mozog, és idén, jövő év márciusáig, tehát pontosan egy éven keresztül a Szkorpión jegyében mozog, az indiai számítás szerint. Nálad a Szkorpión jegye a hatos életházban van, ez utal a munkára, és utal egészségügyi témákra is. Itt lesznek kármikus emlékek, lehet, hogy valamit érzel belülről, ami a hivatásodat illeti, és az a ketu mozgás kiváltja azt, hogy élni szeretnéd a hivatásodat, és lesz munkahelyi változás. Kedves Amília, ez volt ez a felvétel, mi változik nálad a közeljövőben. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!